Zsák és ásó bekészítve a komposztföld új gazdáját várja a Kerék utcai hulladékudvarban. Azok kaphatnak belőle, akik gondosan szétválogatott hulladékot visznek cserébe. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2004 óta minden tavasszal és ősszel megszervezi a hulladékért virágot akciót, amelynek egyik célja a szemléletformálás, hogy a fókuszt a szelektív hulladékgyűjtésre irányítsák. Külön válogatott szelektív hulladékokat várunk a lakosságtól, tehát papírt, PET-palackot, műanyagot, esetleg fémet, öblösüveget, és adott kilogrammok után adunk komposztot virágültetéshez, illetve vásárlási utalmányt, amiben Nyíregyháza városban számos helyen válthatnak be. Nagyon diverz a lehetőség, az állateledeltől kezdve a fürdőn át a színházig beválthatók ezek az utalványok. Hiszen, ahogy szokták mondani, a hulladék érték. 10 kg papír hulladékért 50 forintos vásárlási utalvány jár, akár csak 5 kg fémért vagy 10 kg öblösüvegért. Ettől többet 100 forintot ér 3 kg PET palack. Akik pedig egyéb műanyag csomagolási hulladékot vagy italos kartondobozt visznek be, azok kilogrammonként 1-1 kg növényi hulladékból készült komposztot kapnak. Az elmúlt két év sajnos a Covid-helyzet kimaradt. Utolsó alkalommal, ha jók a statisztikáink, akkor olyan 300 résztvevője volt ennek a programnak, tehát annyian hoztak be, és összesen a különböző papír, műanyag, fém és üveghulladék összesen olyan 20 tonnát tett ki, ami szerintem szép mennyiség. Én úgy gondolom, hogy a létszámon, a résztvevők számán még mindenképp lehet és kell is emelni, de bízunk benne, hogy ebbe az évben sikerül. Az összegyűjtött hulladékot szeptember 5-től 17-ig lehet leadni Nyíregyházán a Kerék utcai vagy a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarban. Sőt, Máté Szalkán az Ecsedi út végén is beváltható a hulladék, akár ajándékutalványra, akár komposztra.